Mi az első benyomása az előadásról? Szerelem és a gyűlölet mindig együtt van. Már a legelejétől kezdve valami hihetetlenül mélyen belevontak egy olyan világba, amely a mi világunk is. Nem tudom, a szöveget már ismertem, tudtam a végkifejletet, de hogy ilyen erősen tudják átadni ezt a szöveget, ilyen halálosan pontos és jó rendezéssel, az megdöbbentett. Megdöbbentő, és nem tudok szóhoz jutni. Nagyon tetszett. Katarzis élményem van, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Én a filmet nem láttam, itt többen mondták, hogy film is készült erről a műről, de nagyon a hatás alatt vagyok még, úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszett. Nagyon tetszett, egy nagyon erős, nagyon érdekes darab, és azt hiszem, hogy rendkívül aktuális mindannyiunk számára. Nekem eléggé tetszett, érdekes volt. Mit is mondjuk, nem volt olyan, tehát számomra nem volt olyan hosszú, úgy pont elég volt. Volt benne anyag, amit nekem még így 17 éves fejjel meg kell emésztenem. Én nem vagyok nagy színház szakértő, csak bátyám színész, meg ilyesmi. Nagy hatású darab volt. Érdekes és aktuális társadalmi kérdéseket vetett föl, amit lehetetlen nem érzelmi oldalról is megközelíteni. Sok mindent hall az ember a hírekbe is. Nyilván racionálisan kell ezek a kérdésekhez hozzáállni, de én azt mondom, hogy egy ilyen darab az lehetőséget biztosít arra, hogy az ember a perspektíváját kicsit növelje, és más, nagyon más oldalról is lássa azokat a kérdéseket, amelyek a mindennapjainkat körbevesznek. Globális világban élünk, nehéz világban élünk, és láthatjuk azt, hogy a mi szerencsénk az sokszor a másiknak az egészen elképesztő kihasználásán, egy szerencsétlenségén alapul. És ilyenkor az ember elgondolkodik, és kicsit újra kalkulálja azokat a biztosnak hitt értékeket, amelyek valójában nem is annyira biztosak, és nem is annyira stabilak. Megdöbbentő volt, letaglózó, elgondolkodtató. Szintén, igen. Nagyon, nagyon komoly problémákat feszeget ez a néhány gondolat, ami itt kulcs központi téma volt. Nekem Adél nagyon tetszett. Ugye Adél a keresztneve, és elgondolkodtam, hogy vajon micsoda munka lehetett ezt a hatalmas mennyiségű szöveget megtanulni. Volt egy kulcsjelenet, ami nagyon tetszett, amikor végigvette az okokat, okozatokat, a menekült és a milicista kérdésében, az nagyon, éppen erről beszélgettünk, mikor ide léptek hozzá. Nagyon tetszett, és nagyot alakítottak a színészen Zadél, hát az csodálatos. Nem is tudom, hogy tudta megtanulni ezt a nagy szöveget. Hát vártuk, hogy az Alföldi Robert bejön, nem jött be.